Sziasztok, szeretettel köszöntünk újra mindenkit. Most én vagyok a Gyuri helyén, a vendégünk pedig ismét Áron, akivel most egy egészen érdekes dologról fogunk beszélgetni. Én némely film mögött nem láttam olyan vetületeket, amit az Áronnal való beszélgetéseink során, ilyen magánbeszélgetésekben kiderült, hogy vannak. Tehát, hogy ugye ez érdekes az, hogy úgy beszélünk filmekről, hogy milyen filozófiai vetületei vannak annak, vagy egyáltalán milyen meta jelentést vélünk felfedezni mögötte, de én rájöttem így a személyes beszélgetéseinkből, hogy te ilyeneket is tudsz prezentálni nekünk, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez megér egy videót. Nézzünk mögé az elmúlt néhány évtized néhány illusztris alkotásának ilyen meta jelentés szintjén, hogy mi az, amit esetleg mi nem vettünk észre, de egy filozófus észrevesz mögötte, hiszen ennek azért mégis csak az egyik fő foglalkozásod. Nem is tudom, mivel kezdjük, talán legyen Batman. Legkeményebből kezdjük. Hát Batman mondjuk a sötét lovag, igen, történet mögött ott van egy egész társadalom. Uh-huh. Tehát nem csak Batman karakteréről szól, hanem ott van mögötte nyilván a város, azok a egymásnak feszülő politikai és társadalmi viszonyok, amik ott vannak. Igen. Tehát a kontextus, ezt nem szoktuk látni, mert mindenki a hősre figyel. Uh-huh. De ott van az, hogy alapvetően nem működik a rendszer. Tehát maga a város, az egy nagyjából, amit így kilátunk belőle, az egy amerikai típusú liberális demokrácián alapuló rendszer, uh-huh, egy fogyasztói társadalom, amiben minden nagyváros az a szorongásnak a tere. Tehát eleve abból indulunk ki, a sötét képek, amik felvillannak a szemünk előtt. Érzékeljük ezt, hogy egyrészt a nagyváros embertömegében sétálva lehetetlen hinnünk az emberi lét jelentőségében. Tehát, hogy, na, érdekes, hogy, szemét, igen. Hogy annyira sok az ember, igen, hogy számunkra mindig az, hogy van lelkünk, az mindig az egyéniségnek az akarása. És ezt a sivatagban a elvonuló szerzetesek, meg a különböző proféták történetéről látjuk, hogy ők is ott élik át meg, ott élik meg leghangsúlyosabban ezt a, uh-huh, ezt a dolgot, uh-huh, hogy mi például a küldetésük. Igen. Hogy kimennek a sivatagba. Kivonulva. Most pontosan. Tömegben, és az az érdekes egyébként Batmanben, hogy ő a Metropolis közepén éli meg a küldetés tudatát, de egy ilyen meglehetősen agresszív módon, hiszen mit csinál Batman? Önkényesen úgy dönt, hogy ő nem a liberális demokrácia jogrendjétől várja például a bűnözés felszámolását, hanem a kezébe veszi ezt. Az, hogy milyen személyes sérelmek, stb. Vannak e mögött, azt ne is ítéljük most meg. A helyzet az, hogy ő önkényes módon a kezébe veszi ezt az igazságszolgáltatást, ugye köpenyes igazságosztó, így is hívjuk. Is nevezik, ja. Igen. Szóval végső soron mit kérdőjelez meg Batman? Karaktere? Nagyjából az egész modern államiságot. Igen. Tehát most tudom, hogy ez igazságszolgáltatást mindenképpen. Az biztosan, de az állami erőszakmonopóliumot is megkérdőjelezi. Igen. Megkérdőjelezi a választott, mert ki választotta meg egyébként Batman demokratikusan? Ki szavazott Batmanre? Soha senki nem szavazott rá. Igen. Tehát, hogy Batman olyan döntéseket vesz a kezébe, amit az elmúlt 500 évben nem nagyon illene. Tény. Tehát ez a Hobbesi állam, ugye, aminek, igen, pont az a lényege, hogy a szuverenitást azt, igen, nem az ilyen köpenyes figurák az éjszakában birtokolják, vagy, igen, ők azok, akik így eldöntik, hogy kinek kell élnie, meg kinek nem. Igen. Hanem minden erőszakra való jog az állam kezében van. Aha. És amikor anomáliák lépnek föl, például a 20-es években, ugye nagyon sok állam 20-es évek előtt megroppant. Aha. És mi volt a válasz? Fellépett a fasizmus, igen, fellépett a kommunizmus, stb. Tehát, hogy amikor az állam meggyengül, akkor megjelennek a kihívók. Így van. Akkor az állami szuverenitás erőszakmonopólium kihívói felszíre törnek kalandorok. Mint egy láz a szervezetben, nem? Tehát, hogy úgy lép föl talán. Igen, igen, tehát igen. Érdekes, igen, mint hogyha pont azért jelenne meg, hogy valamilyen betegséget visszanyomjon. Ja. Igen, és ezért mondom azt, hogy az már csak labatortán egyébként, hogy fekete ruhában mozog Batman, igen, de ő gyakorlatilag egy meglehetősen fasisztoid figura. Na, ez például sosem tehát jutott volna eszükbe, ugye, pont ez ott egy... Tényleg abba gondoljunk bele, hogy egyrészt, ugye a fasisztáknak egy jellegzetessége volt ez a futurisztikus technofília. Igen, ez tényleg. Vonzódtak a technikához. Ja. Szerették Marinettit például, aki a futurista mozgalom alapítója volt, uh-huh, és azt mondta, hogy a jövő embere
az vassal fog keveredni, és elektromossággal fog táplálkozni. És ez egy, ha belegondolunk, hogy ez megtörtént, tehát ez a vassal keveredés, meg elektromossággal táplálkozás, mondjuk ha az embereket nézzük, akik nézik a hobbiukat, ez valami ilyesmi, tehát nem tudom, hogy Marinetti mennyire örül ennek, hogy beteljesedett, nem hiszem, de... De tényleg jóslaterejű a dolog. Akinek egyébként a napirendjében ilyen pontok voltak, hogy szundikálás, kávé, tehát hogy na. De volt írva. Igen, tehát ezek mind be voltak írva, és az a furcsa, hogy közben pedig egy ilyen GPS és jövő felé előre törő ilyen őrületet vallott. Tehát igen. Azért a kávéját azt így szép lassan elkortyolgatta délutánonként, zárója bezárva. Szóval a Batman az azért egy nagyon furcsa anomáliás jelenség a hogy posztmodern korunkban. Igen, ezekért a mondatokért élek titokban, igen. Mert ő az, akire nagyon sokan várnak. Ugyanúgy, ahogy a 20-as években nagyon sokan vezéregyeniségeket kerestek, akik a egyébként omladozó állami struktúrák helyett a kezükbe vették a helyzet kezelését, akik az erőszakot alkalmazták, és olyan dolgokat vállaltak magukra a társadalmi rend, helyreállítás és a többi nevében, amit mások nem vállaltak volna be. És Batman azoknak a hőse, akik elhagyatva érzik magukat a fennálló jelenlegi nyugati liberális demokráciának a jogrendjétől, vagy egyáltalán a mai elittől például, hogy elfordultak tőlük. Igen. És annak van egy meta jelentése vajon, hogy Batman egy ilyen nagyon erős felső osztályból származik, tehát ez egy arisztokrata figura civilben. Vagy ez vajon hát csak véletlen annyi, lehet? Nem tudom, de annyi biztos van ebben, hogy a ma azért az arisztokrácia, hogyha lehet ilyenről beszélni, nagyon szkeptikus vagyok amúgy. Igen. Régen az arisztokrácia háborúban emelkedett ugye ki. Uh-huh. És állandóan meg kellett védeni ezt a pozícióját. Igen. De a ma azért az a hely a társadalomban, amit régen az arisztokrácia töltött be, azt leginkább a technokrata ilyen reál értelmiségi elit tölti be. Tehát azok, akik így a technikai fejlődést irányítják. És Batman egyértelmű, innen jön. Tehát ennyiben igazad van, biztos. Ja, ja. Nem, ezen csak most így elgondolkoztam. Na és ha tovább megyünk még nagy alkotásokra, például vegyük Gorcsó a Lázi szóba került az Áronnal való ilyen filozófiai eszmecseréink során, hogy például nagyon szép láttatást mutatott a Keresztapa kapcsán, ami a jó Tom azért neked az egyik kedvenc. Egy filmet kell mondanom, igen, akkor nekem a Keresztapa a kedvenc filmem. És csak azért hezitálok ezt kimondani, mert annyi embernek a kedvenc filmje. Jó, igen, hogy ne legyen ilyen. Ez kicsit így... Jó, de azért nálad ez más, már ezt most ki is fog derülni, hiszen mondom, számomra is egészen friss és új dolog volt az, ahogyan te ilyen filozófus szemmel nézed például a Keresztapát. Hát én annyit pontosítanék, hogy az egy nagyon kemény kifejezés, hogy filozófus, tehát én... Hát jó. Én csak így olvasgatom ezeket. Értem. De a filozófus az egy nagyon... Sajnos az egész korunk nagyon messze van ettől a kategóriától. Jó, hát ez egy szép de... szerénység. Én már téged... Én megelőlegezem neked ezt a dolgot, de... Annyi akkor a Keresztapához, igen, hogy... Tényleg, ahogy néztem ezt a filmet, és lehet, hogy mások is voltak ezzel így, nekem nem az volt az élményem, hogy elborzadtam attól, hogy milyen sötét a Corleone családnak a belső világa, mondjuk az első részben. Nem a bűnben való alámerülés volt. Nem ez volt az élményem. Nem egy pokoljárásként éltem meg ezt, hanem pont rácsodálkoztam arra, hogy milyen szép családi viszonyok vannak az elején. Igen. Tehát, hogy hogyan neveli például a fiait, hogyan készíti fel a szerepükre, hogyan figyel oda Don Corleone, ugye a... Igen. A különböző családtagokra. És aztán megfigyelhető az, hogy a következő generációra ez hogyan idegenedik el minden viszony. Igen. Hogyan válik az, ami egykor ilyen megélt valóság volt, az hogyan válik egy hasznosságon alapuló viszonnyá. Igen. Mert a Don Corleone morális alapon hoz döntéseket. Igen. Én akkor is, hogyha nagyon kemény dolgokat vállal be a családjáért, igen, minden bűnét, vagy minden döntését azzal igazol, hogy ez a családjának jó. Tehát mindig van egy ilyen hivatkozása morálisan, hogy a családért. Miközben ott van az is, hogy alapvetően őt nem profitorientált a viselkedése. Mert amikor fölajánlják neki azt, hogy
hogy a szálljon be a drogkereskedelembe, akkor azonnal azt mondja, hogy igen, az alkohol és a szerencsejáték rendben van, igen, de az, ami ilyen szintű függőséget okoz, és családokat tesz tönkre, uh-huh, mondjuk nem, mint hogyha az alkohol és a szerencsejáték nem, de mégis de valóban megvon egy határ. Igen, megvon igen, egy határ. Van egy határ. És érzékeljük ezt azért annál a generációnál, ami még ugye Szicíliából jött. Uh-huh. Viszont az a generáció, ami már amerikaiként nőtt föl, ott viszont már megvan az a szemlélet, hogy ez nem egy család, hanem egy cég. Igen. És az, ami szerves volt, az szervezetté válik. Hm. Tehát ami a családban teljesen természetes volt, ott nem vezérigazgató volt, uh-huh, hanem don. Igen, igen. Ott nem, mit tudom én, jogászként volt jelen a jogász, igen, hanem egy családi barátként, meg örökbefogadott fiúként. Ja, ja. Tehát ez egy teljesen más viszonyrendszer volt, és a második részre, meg főleg a harmadik részre azt látjuk, hogy ami az egész nyugati társadalomban végbe ment egyébként, az személyközi viszonyok azok elidegenedetté váltak, üzletiessé váltak, azok alárendelődtek ilyen célszerűségi logikáknak. Igen. Ugye saját családját részben ugye... Igen. Hát gondoljunk csak bele a tragédiába, ugye ott a testvérével például a második részben, tehát az már egyértelműen jelöli. Ja, pontosan. Tehát, hogy azért a Michael Corleone-nak teljesen más szempontrendszere van, és ott látjuk, mondjuk azt, ha lehet így fogalmazni, az ő ott törik el nála valami, uh-huh, amikor ő visszatér Szicíliába, és visszatér az eredethez. Tehát uh-huh, a tradíció. A tradícióhoz visszatér, tehát fölsejlik egy pillanatra az a lehetőség, igen, hogy ő folytatni fogja azt a hagyományt, ha lehet így fogalmazni, igen, ami Don Corleone-hoz, tehát uh-huh, az apjához kötődött. Uh-huh. Ez pedig egy konkrét szicíliai nő képében jelenik meg számunkra. Igen, igen, igen. És amikor őt fölrobbantják, igen, akkor robban föl ezzel a lelke is egyébként Michael Corleone-nak. Mert akkor látjuk azt, hogy visszatér Amerikába, és onnantól kezdve soha többé nem lesz már egy dél-olasz, hagyományos beágyazottságokkal rendelkező ember, aki apaként fogja meghatározni magát, vagy férjként. Uh-huh. Hanem onnantól kezdve ő egy olyan racionális önérdek követő ember lesz, aha, egy amerikai kapitalista, igen, figura, aki igaz, hogy a bűnözés területén mozog, de teljesen úgy viselkedik, mint egy cégvezető. Igen, igen, egyezetben. Az családja rá is megy, nyilván. Tehát a felesége is elhagyja. Hát igen, abszolút, stb. Igen, az is egy kultikus jelenet ebben. Tehát akkor mondhatjuk azt is, hogy egyébként a modern ember lelkének a halála az ott, amikor szakít a tradícióval, és amikor megjelenik ez a homo novus, nem? Aki már nem a klasszikus családmodellt veszi alapul, aki már nem a tradíciókból táplálkozik, hanem valamilyen vadonatúj életbe indít be. De ez egyébként szerintem egy univerzális kép, de ezt épp úgy érvényesíthetjük egy ilyen teljesen mini szinten is, nem? Persze, ez egy, most nyilván lehet, hogy belevetítünk, de ezt vállalva. Jó, jó. Azért ez az egész emberiségnek hát egy szimbolikus történet. Hát mindig az. Van azért a közösség, meg az egyén között mindig van egy analógia, ugyanúgy, ahogy az ember, meg a világ között is, ez a mikrokozmosz, makrokozmosz, tehát mindig ezeket így saját sorsunkat is úgy éljük meg, mint az egész világ sorsát szinten. Igen. Tehát, hogy ez a... Ami nekünk egy tragédia, az másoknak egy... Hát most igen, és ez ami egyébként... Ennek a filmnek a kapcsán erről nem gondolkodtam, mert ezért örültem meg nagyon, és ezért gondoltam úgy, hogy egyébként ez egy nagyon jó kis beszélgetés lehetne, mert tényleg vannak ilyen jelentéstartalmak ebbe, amiket most például ennél, ami egy bűnfilm, egy mafiózó film, erre mindig úgy tekintettem, mint egy ilyen, de egyébként ez szerintem biztosan megélte ugye a rendező is, aki ki tudja tán hasonló dolgon ment, vagy az ő lelke is megélte ezt a transformációt. Ugyan, egyébként ez az integrációnak a története. Ja, ja. Ha azt nézzük, hogy bevándorlókról beszélünk, igen, akik Amerikába bevándoroltak, az első generáció az olaszul beszél. Uh-huh. Tehát ott megnézzük ott a lakodalmi jelenetet, uh-huh, ott olaszul kérnek még számokat, uh-huh, és felháborodnak, amikor a zenekar nem tudja eljátszani. Most lehet, hogy keverem amúgy egy másik esküvővel ott a történet folyamán, de van egy ilyen helyzet. Uh-huh. Aztán még azért vannak szavak, amiket olaszul mondanak. A mentalitásuk biztos, hogy olasz. Mármint ez a dél-olasz, a szicíliai mentalitás. Igen, igen. Erre néhány észak-olasz, igen, ugye ugrana, hogy ez... Óvatosan kell beszélni, tehát... De igen, tehát, hogy
hogy azért itt látjuk azt, hogy az első generáció az nem akar integrálódni. Ja. Az egyetlen ember, aki utána a második generációból integrálódik, az a Michael Corleone, akit mi integrálom, úgy a hadsereg, mint intézmény. Uh-huh. Ami mindig az integráció egyik legfontosabb intézmény. Igen, érdekes. Tehát, hogy az iskola és a hadsereg, az mindig a nemzettéválásnak is egyébként az egyik legfontosabb uh-huh. intézménye volt. Tehát ugye, uh-huh. ha megyünk ide, hogy a Königgrécz csatát a porosz iskolamesterek nyerték meg, Bismarck, akkor látjuk azt, hogy attól működik egy hadsereg, hogy ott már az iskolákban átadtak egy olyan tudást, hogy ti vagytok, ez és ez a nemzet, és vagy együtt buktok el, vagy pedig nem. Amerikában felhúzzák a zászlót, az amerikai zászlót, esküt tesznek, tisztelegnek iskolai rendezvényeken. Tehát hazafinak nevelik a bevándorlókat is ott, hogy legyenek jó amerikai hazafiek, és ezt megkapta egy az egybe a Michael Corleone, olyannyira megkapta, hogy önkéntesként jelentkezett a hadseregbe, akkor ott ki is tüntették, és ő úgy érkezik meg oda, már amerikai jegyese van, és úgy érkezik vissza a családba, hogy ő szinte már nem is, mintha nem is tartozna oda, ő egy kakukktojás. Igen, igen, igen. És mégis, és mennyire érdekes az, hogy a második generáció, mint amúgy gyakran a bevándorlóknál, a második generáció lesz az, aki utána teljesen frusztrálódik, és a saját identitásával igen. meghasonlik. És vele ez történik, hogy megpróbál visszatérni a hagyományhoz, Szicíliába utazik, meg akar ott nősülni, és a többi, és amikor ez lehetetlenné válik, amikor bizonyos értelemben így kitaszítja ez a közeg, igen. Hát azáltal, hogy meghal a felesége, igen. Akkor tényleg teljesen tönkre megy az élete. Ja, ja. Viszont az sem teljesen igaz, amúgy, hogy nincs megváltás számára. Tehát azért ő találkozik a harmadik részben egy bíborossal, igen. egy vatikáni kertben, igen. ahol egy Jónás jelenetben bevallja a bűneit. Igen. Van egy nagyon érdekes párbeszéd. Uh-huh. Ezt a bíboros mondja el, amikor egy szökőkútba belerak egy kavicsot, és azt mondja, hogy körülbelül ez a viszonya az európai kultúrának, vagy a nyugati kultúrának, meg a kereszténységnek, hogy kiveszi a követ, és hogy hát nem itatta át, a felszíne vizes lett. Aha. És hogy ezzel próbál rámutatni, hogy az ember az mindig esendő lesz. De hogy végső soron számára van bűnbocsánat, és így vezeti rá erre a dologra. Tehát az egész történetnek az az íve tényleg, hogy elindulunk egy hagyományos társadalomból, a Szicília az egy nagyon hagyományos társadalom mai napig is, aha. megérkezünk egy teljesen profitorientált, teljesen elidegenedett és frusztrált társadalomba, uh-huh. ami már a második generáció, tehát ami már a Michael Corleone, igen. és mégis ott lebege fölött a helyzet fölött az az ígéret, hogy de lehet, hogy nincs visszatérés Szicíliába, de a helyes útra még lehetne. Oda még lehetne, ja. Ez érdekes. Na, huszárvágás. Ugye eszembe jutott az, hogy nem is olyan régen a Gyurival beszélgettünk arról, hogy miért lehetnek ennyire népszerűek a zombi filmek manapság? Tehát az utóbbi időszakban, de nem is csak az utóbbi időszakban egyébként, hanem tényleg az elmúlt évtizedeknek állandó visszatérő vendégei, most már nem is csak amerikai filmekben, már rég nem csak amerikai filmekben. Uh-huh. Nem sokára jön ugye ennek a Last of Us nevű videójátéknak egy film, vagy egy filmsorozat verziója. Hát hihetetlen dolgok, mit mondanál erről ilyen? Ez egyébként ment a szemmel. Ez a korsz, tehát a zombi, igen. karaktere, az több szempontból is a mi korszakunknak egy kultszimbóluma. Na és pedig. Ez érdekel, mert egyszerűen mi nem jutottunk ebbe előrébb sokkal, csak abba, hogy poszt-apokaliptikus társam, ez mindig olyan vonzó, igen? Igen, igen. Hát egyrészt nyilván a elmúlt 300 év az arról szólt, hogy a múltra vetítette ki a félelmeit az emberiség. Uh-huh. Azt mondták, hogy egyre jobb irányba haladunk majd, és a haladás az el fog juttatni minket egy biztonságos és békés prosperáló, virágzó társadalomba. Igen. És a középkorban viszont borzasztó volt, mert jöttek a tatárok és lenyilasztak. De ilyen már nem lesz többet. És most az elmúlt mondjuk 100 vagy legalább 50 évben igen. elkezdtünk megint a jövőtől félni. Ja. Mert elbukott ez a projekt, igen, hogy, igen, igen. hogy most örök béke lesz, stb. És újra olyan filmek jönnek ki, amitől így szoronganak az emberek a jövőtől. Vagy természeti katasztrófa, vagy zombi apokalipszis, vagy egy újabb világháború, stb. Uh-huh. Tehát valahogy így a
a várakozási horizonton, amit így előre tekintünk, már nem azok a szép színek jelennek meg, hogy ilyen hajnal, hasadás, meg hogy majd örök virágot fogunk szedni, hanem jönnek a zombik. És hogy ez miért van, ez egy nagyon érdekes dolog. Na. Egyrészt a zombi az egyfelől a szorongásainknak a megtestesülése, a félelmeinknek a megtestesülése. Tehát azért a... Most a koronavírus járvány elején egy olasz filozófus, Giorgio Agamben, azt mondta, hogy a vírus megmutatta, hogy a társadalomnak az utolsó értéke, és szinte már nincs is már értéke, az a pőre élet. Tehát maga az élet. Igen, nincs, igen. Nincs más, tehát hogy ez már a lemeztelenített élet, így is lehet fordítani. Igen. Tehát hogy nem maradt más, csak a, testvégy, hogy egy másik szerzőt idézzek, megszűnt ez a parancsnoki magaslat, amelyről letekintve a fájdalom taktikai jelentőséget nyerhetne. És ezt nem lehet mesterségesen visszaállítani. Igen. Tehát, hogy mostanában az emberiség... Fantasztikum, igen. Mostanában az emberiség az már annyira a fájdalom csillapító korában élünk. Ez tény, igen, igen. Mert nagyon jó észrevétel. Korábbi korokban a fájdalom az emberiség életének a része volt, és az volt a kérdés, hogy minek a nevében viseled el a fájdalmat. Olyan lehetőség nem volt, hogy nem fog fájni. Igen. Az élet fáj. Ez volt az elmúlt több ezer évnek az alapélménye. Igen. De ma kerüljük a fájdalmat, mert magunkat a testünkkel azonosítjuk, konditerem, kozmetikumok, stb. Végső soron nem maradt más, mint a lemeztelenített élet önmagában. Tehát nem, minek a nevében viseljük el a fájdalmat? A testünk nevében nem tudjuk elviselni a fájdalmat, mert azt éri a fájdalom. Tehát, hogy végső soron ezért van az, hogy a félelmeink közvetlenül irányulnak az életünknek az elvesztésére, meg a fájdalomra. És a zombi az ennek a megtestesülése. Ez az egyik. A másik az viszont egy még inkább meta. Hogyha ilyet még behozhatok. Légy szíves, ez a legjobb. A zombi, tehát a zombi apokalipszis, amiről sokan azt gondolják, hogy valamikor megtörtént, bármikor megtörtént, az lehet, hogy már valójában megtörtént. Ez új. Ez vadonatúj dolog, igen. Ezt hogy kell elképzelni? Ez pedig a következő. Ugye a zombi az egy olyan élőlény, vagy nem élőlény, hanem egy élő halott, ami semmi másra nem reagál, mint közvetlen fiziológiai ingerekre. Hangra, zajra. Esetleg szag. Szagra, igen. Stb. És alapvetően mit követ? A húst. A fogyasztást. Azt, hogy tehát a legelemebb igényeit akarja kielégíteni, és azonnal. Igen, így érezhető, hogy merre tartunk. Igen. Igen, és nagyon fontos egy zombi esetében, hogy nem hoz döntéseket. Ja. A zombi csak az ösztöneit követi. Nem egy tudatos lény, hiszen megsemmisült az idegrendszerének minden része, csak a vegetatív része maradt meg. Uh-huh. Na és hát én itt vetném fel azt. És nem vagyok ezzel egyedül, mert vannak ilyen értelmezései a zombi karakternek, hogy mi van, hogyha ez megtörtént? Ja. Most nem szó szerint, igen, de mi van, hogyha a társadalomunk egy zombi társadalom, és már csak a vegetáció létezik, követjük a fogyasztást, ja. Elemi ingerekre reagálunk, nem hozunk valódi döntéseket. Nyilván. Nagyon sokakra illik ez a leírás egyébként tényleg. Szóval mi van akkor, hogyha amikor bemegyünk reggel dolgozni, vagy bemegyünk az oktatási intézménybe, ahol tanulunk, bármi. Igen. Vagy útközben megyünk, mi van, hogyha már így már megtörtént. Már ott van, már ott vannak a zombik. Ez szerintem nagyon jó lenne, hogyha elrettentő példaként is szolgálna, nem? Tehát, hogyha valóban úgy néznénk ezen túl zombi filmeket, hogy kicsit ez a tartalom van mögöttem. Van, ha én is zombi vagyok. Hát igen, magunkra ismernénk el tekintetben, mert végsősorban azért maga ez a csatorna is való azért létezik, hogy értékeket utasson föl, akár olyan helyeken, ahol úgy tűnik, hogy nincs, vagy amiben esetleg nem is gondolnánk. Szóval azért nyilván nekünk a létünknek vissza kéne érkezni egy olyan állapothoz, amit hát kevésbé vagy egyáltalán nem ez a zombiság jelképez. Én sokszor nézek úgy a történelmet, hogy hullám természetű egyébként, vagy akár tényleg az eszme történetre. Mit gondolsz egyébként, vannak-e gondolataid avval kapcsolatban, hogy hova fog kiukadni majd az emberiség azután, amiben most van? Tehát mi vár ránk mondjuk a következő ciklusban, ha a történelmet ilyen ciklikusan fogjuk föl? Hát, hogy most nevezzük ezt egy kicsit elzombult társadalomnak, vagy akár már nagyon elzombult társadalomnak, fölmegyünk a Facebookra valóban, nézzük, nincsenek saját döntéseink, nagyon meghatároz minket az, vagy nem minket, de a tömegeket az,
hogy egyik-másik médium mit mondott neki, önálló véleményeknek már hiány vagyunk, holott közben minden nap megkapjuk azt a kérdést, hogy mi jár a fejedbe. Igen, a Facebooktól. Ez az egyik legnagyobb veszély is. Igen. De akkor hova lyukadunk majd ki? Mi lesz ebből? Hova megy a zombi társadalom? Mi lesz ezután? Hát, hogyha továbbra is tehát csak és kizárólag ez határozza meg, tehát ez a fogyasztás, fogyasztói igények, a hús, stb., akkor két lehetőség van. Az egyik egy összeomlás forgatókönyve, ez a jobb. Ez a jobb. Igen. Szomorú, de így van. Én egyébként azért szeretem a pessimistákat, mert egyrészt azért, mert ők pusztán jobbító szándékból nem ölnek meg. Ugye ellentétben például a kommunistákkal, akik optimisták, és azt hiszik, hogy eljuthatunk egy tökéletes társadalomhoz, érdekes. És közben hát a meszes gödröket meg kell tölteni, és akkor szintbe leszünk, és el tudunk oda jutni majd. Igen. De ez az optimista hozzáállás. A pessimista ember ilyet nem csinál. Úgy van vele, hogy az emberiség... Be fog bukni. Igen, hát alapvetően egy elég rozog a dolog. Halljuk ezt mindig, hogy ez a világ megérett a pusztulásra. Igen, tehát ez kicsit ez, hogy igen, de ezt nem én fogom végrehajtani, mert annyira ez a pessimista hozzáállás, hogy én nem nyúlok ez a rozog a szerkezethez. Próbálok arra koncentrálni, hogy ne vegyek részt a hanyatlásban, tehát hogy valamennyire így kivonja magam. Igen. Ez az egyik. De mondom, az összeomlás az a jobb forgatókönyv. Aha. Mert az egy katarzis, ugye? Igen. Tehát a filmekben is azért az összeomlás az mindig az, hogy van egy főhős, összeomlik a társadalom, és a főhős az valahogy kívül kerül ezen a helyzeten. Ja, ja. És kívülről erre reflektál. És lehet, hogy ő lesz a következő civilizáció alapító hérosza. Igen. Tehát a pozitív forgatókönyv az az összeomlás. Az összeomlás. Ez a jobb lehetőség. Igen, mert ott van katarzis lehetőség. Igen. Tehát ott tudunk, legalább még morálisan tudunk reflektálni. Csak lehet, hogy nem éljük meg. Lehet, hogy nem éljük meg, de biztos, hogy észrevesszük. Igen, igen. Az összeomlást észre fogjuk venni, és akkor valamit lehet, hogy rosszul csináltunk. Igen. Ha újra kezdhetném, akkor ezt és ezt csinálnám. Hmm. És ott még megmentheted a lelkedet. Ja, tehát akkor még van lehetőséged. És lehet, hogy túléled, és akkor beválthatod az ígéretedet, amit a katartikus pillanatban tettél. A másik lehetőség, és ez a rosszabb, ez pedig az, hogy nem történik semmi. Hmm. Minden tovább megy a maga útján. Igen. És a zombi társadalom, anélkül zombi társadalom, hogy észrevennénk, és a torkunkat harapná a szomszéd ember a villamoson, de közben csak a fogyasztás, csak az elemi ingerek, tehát a vegetatív működések, mint egy zombinál, csak azok működnek, és nincs katarzis, elmarad. Ja. Tudod, mi az, ami felsejlik bennem, hogy minthogyha ez a második verzió lenne egy kicsit a koronavírus. Tehát, hogy én ettől vártam azt korábban, hogy itt majd sokan ráeszmélnek arra. Még mi is itt az egyik live-unkban beszéltünk arról, hogy a karantén mire ébreszt rá minket, hogy tudunk-e megújulni abban, tudunk-e jobb emberként kijönni, és minthogyha nem jött volna el, mondjuk persze szerencsére, mert lehet, hogy egy olyan vírus jött volna, ami rögtön kipusztítja a világunk felét, mondjuk egyik napra a másikra, akkor az már az első kategóriába sorolna minket. Érdekes. Igen, amúgy ez egy érdekes dolog, hogy a betegségek ráébresztenek-e minket arra, hogy valami baj van velünk, mert régi társadalmakban nagyon gyakran volt az, hogy ezt Isten büntetésének tartották, és akkor átgondolták az életüket. Ja, ja, ja. De a mi társadalom nem gondolja át az életét. Igen. Hanem pont, hogy ne akarja azt, így körül akarja bástyázni, hogy megvédje. Igen. Ez nagyon érdekes amúgy, hogy a vírussal szembeni védekezés az már évszázadok óta létrehoz ilyen struktúrákat. Tehát például a pestissel szembeni védekezés az gyakran az volt, mivel nem tudták gyógyítani, hogy megszabták, hogy senki nem hagyhatja el mondjuk az utcáját, és van egy utcafelelős, aki figyeli ezt. Tehát mindig az volt, hogy így rögzítették az emberi viszonyokat, legalább az biztos legyen. És ma ugyanezt történik, tehát mennyit fejlődtünk amúgy a középkor óta, meg a korábbikor óta, amikor az emberek számára gyakorlatilag karantént rendeltek el, pestis járvány idején, ma mi történik? Ugyanaz. Tehát, hogy tök jó, nagyon sokat fejlődtünk amúgy, tehát, hogy erre igazán büszkék lehetünk, mindegy. De az ilyen vírusfilmeknek is gyakran mondjuk konkrétan a vírus című film. Igen, gondolom, hogy sokan megnézték. Igen. Most újra hype-ot kaptak ezek, igen. Divatos dolog, de ott is az van, hogy a végén egy konkrét akciójelenet zajlódik le, és nem az történik, ami egy normál vírus esetében szokott történni. Igen. Így valahogy elmúlik, vagy kitalálnak egy
mondjuk itt van vakcina, amúgy ott pont van vakcina, ott van, de ott már éppen mennek szétbombázni a vírus epicentrumát. Igen, igen. Na mindegy, szóval, ja. Érdekes első. Jó, Áron, még az lenne a kérdésem ma hozzád, mert ezt azért meg szoktuk kérdezni minden vendégünktől, hogy amúgy mi a kedvenc filme, nyilván már szóba költ, milyen filmeket nézel manapság, egyáltalán melyik filmekbe leled örömödet, vagy mik azok, amik, mert azért ez egy, aki ilyen szemmel néz filmeket, én azt gondolom, hogy ez egy érdekes kérdés, hogy akkor ő neki mik azok, amik ilyen, a sánerei. Ilyen filmkedvelő szempontból az én filmizlésem az lehet, hogy nem szokványos, tehát én általában időben is nagyon széles skálán mozgok. És különösen szeretem az olyan filmeket, amik kimozdítanak abból a figyelemnek abból a rutinjából, amit megteremt a Hollywood például. Uh-huh. Mert az a filmes nyelv, amit most már nem is Hollywood, amúgy, hanem a Netflix diktál, igen. Az egy ilyen nagyon kiszámítható, tökéletesen a fogyasztói igényekre kimért filmes nyelv. Ja. És azért én néha szeretem azt, hogyha a figyelmed az tud bolyongani a pillanatban. Mert egy akciófilmnél nincs esély. Tehát ott a figyelmedet sodorja a produkció, igen, igen, és egyetlen pillanatra se fordul meg a fejedben, hogy most így elgondolkozz ezen, hogy ez miről szól. Ja. És én azokat a filmeket szeretem néha, ahol bizony vannak olyan jelenetek, ahol így jön a főszereplő. És még mindig jön. Na, pont, igen, igen. És igen. Szól a zene, és még mindig jön. Tehát, hogy ezt gondolom, hogy ez nagyon kevesen vagyunk, akik ezt értékelik. Igen, de... pont múltkor a Blade Runner kapcsán beszélgettünk, és egészen más aspektusban, hogy én például nagyon szeretem, hogy Gyuri is így van vele, azokat az ilyen jeleneteket, vagy az ilyen filmeket, amik ilyen lassabban építkeznek. Ha föl van építve, meg tényleg van, mint gondolkodnak közben. Ja, az előző jelenetben egy mondat úgy belecsendül. Igen, igen, igen. Akkor teljesen elviselhető. Ja, tehát, ja. Mit tudom én, a Profi című filmnél ilyenek vannak. Igen. Hogy én szeretem például az Algíri csata, vagy ilyen régebbieket mondjak, igen. Az egy olasz film. Az arról szól, hogy Algírban egy felkelés elleni műveletet indítanak a francia hatóságok. Aha. És gyakorlatilag ezt egyébként a CIA konkrétan a felkelés elleni műveletekkel foglalkozó katonatisztek számára ajánlott filmként tananyagként felírta, de érdemes vele foglalkozni. Nem semmi, igen. Szóval mondom, én szeretek olyan filmeket nézni, amik így inkább fárasztóak, de nagyon sokat lehet belőle tanulni. Világos, ez világos. Például egy aszimmetrikus hadviselési doktrinát így átver a fejeden ez a film, ez és utána így tudod, hogy kb. Így hogy kell. Mit tudom én Algírban megakadályozni egy... mit tudom én, városi felkelést. Igen. Nehéz. Tehát aki megnézi a filmet, az látja, hogy nagyon nehéz, olyannyira, hogy nem is sikerült. Ki tanulja végül is ezt a dolgot? Tehát a kudarcokból lehet tanulni. Tehát... igen. Nagyon jó. És a sikerekből kevesebbet tanulunk, mint a kudarcokból. Na, ez egy jó. Na, a lényeg az, hogy mit tudom én, most legutóbbi sorozat élményem például, az a tavasz 17 pillanata. Uh-huh. Mint szovjet propaganda sorozat. Imádom. És azért jó, mert ugye biztos, hogy az ember nem lesz tőle kommunista. Tehát... ez a veszély nem áll fönn, igen. Nem áll fönn ez a veszély, finoman szóval. Viszont egyébként egy nagyon élvezetes kémtörténet. Aha. Zseniális jelenetek vannak benne, és tényleg érdekes, már csak abból a szempontból is, hogy egyesek azt rebesgetik, hogy Putyin ennek hatására lett KGB. Nem semmi. ...nek a része, hogy nagyon vonzotta a Stirlitz karaktere. És ez az, ami... de ez csak egy ilyen... szóbeszéd. Ez csak egy ilyen sajtópletyka. Értem. Egyébként, de nem simán rossz. Elképzelhető, hogy vonzotta ez a dolog. Ez nem semmi. Hát jó. Na, így jutottunk el ma a fasiszta Batmantől az aszimmetrikus hadviselésig, és egyébként én meg az ilyen beszélgetéseket is nagyon szeretem. És jó ilyen szemmel ránézni filmekkel, úgyhogy én azt gondolom már, hogy nem csak emiatt, de emiatt is remélem, hogy találkozunk még itt, és visszatérsz majd közénk, mert ugye Áron is azért főleg a székes fővárosba tevékenykedik, és már azért egyre ritkábban jár haza, de ha erre jár, akkor majd tiszteltét teszi remélhetően nálunk, úgyhogy találunk értelmet még, akár zombikban, akár Don Corleone-ban, és mi egymásban, úgyhogy itt találkozunk. Sziasztok! Sziasztok.